Nyíregyházán nincs fennakadás, sem az egészségügyi szolgáltatások, sem az áru- és gyógyszerellátás területén. A veszélyhelyzet kihirdetésével kezdődően egy operatív munkacsoportot hozott létre a városi önkormányzat, ami az egész intézményrendszert kezeli. Kovács Ferenc polgármester televíziónknak elmondta, számos intézkedést hozott, amely a helyiek életére hatással lehet, ezek pedig a kormányzati döntésekhez és a kialakult helyzethez is igazodtak. A piacok bezárásától az állatpark, a gyógyfürdő szüneteltetésén át az óvodák, bölcsődék, és hát egyáltalán most legutóbb a parkolóhelyek zárása, illetve talán a legutóbbi a piac látogatási rendjének a módosítása volt, ami azt jelenti konkrétan, hogy 9-12 helyett 10 és 12 között vásárolhatnak ott kizárólagosan a 65 éve felüliek. Ez pedig a helyzet indokolta, nem voltak vásárlók ebben az időben. Az áru- és gyógyszerellátásban továbbra sem tapasztalható fennakadás, ahogy az egészségügyi szolgáltatások is elérhetők a megyeszékhelyen, tette hozzá a polgármester. Zavartalanul működik minden. Legutóbb a Szent István utcán jártam, ahol a fogászati ügyeletet néztem meg, annak apropóján is, hogy sok felajánlás érkezett nyíregyházi vállalkozóktól, személyektől, ami egy nagyon-nagyon pozitív dolog, jellemzi ez már Nyíregyházát az elmúlt években, összefogás, segítőkészség. Ott az egyik nyíregyházi cég ajánlott fel 3000 darab arcvédő pajzsot, ami ennél a helynél is nagyon fontos, tehát én nem tudok konkrétan semmilyen ellátási zavarról. Kovács Ferenc hozzátette, a cégek működésére és a munkanélküliek számára azonban már érezhető a kialakult helyzet hatása. Ezt konkrétan az önkormányzati cégeken keresztül is látom, ott is komoly intézkedéseket kellett tenni, elsősorban a turizmushoz kapcsolódó és a különböző szolgáltatásokat végző cégeknél. Ez azt jelenti, hogy ugye mind az állatok, mind a fürdő zárva tart, március 16-ával kezdődően, április 1-ével 4 órás munkarendbe, illetve a szabadságok teljes kiadására, kombinálva home office, az otthoni munkavégzés, és ami azért kevés helyen értelmezhető, és annak a biztosításával mindezt, hogy az állatok ellátása, a szinten tartó működés az ne legyen veszélyeztetve. A nagy foglalkoztatók vezetőivel 2 konzultációnk volt az elmúlt másfél hónapban. Ott általános volt az a véleményük, hogy senki nem akar bezárni, senki nem akar a dolgozóktól megválni, de a szükség helyzetben a szükséges arányos intézkedéseket megteszik. Ez a szabadságok kiadását, a megbízások szüneteltetését, valamint a 65 éven felüliek munkavégzésének szüneteltetését is jelenti. Azonban továbbra is a kisvállalkozások és a turizmus vendéglátás van a legnagyobb nyomás alatt, tette hozzá a polgármester, aki azt is elmondta, hogy az önkormányzat is átállt az elektronikus ügyintézésre, azonban indokolt esetben személyes ügyintézésre is van lehetőség. Emellett több telefonszámon is elérhető az önkormányzat ellátó és segítő rendszere, ezeket a telefonszámokat pedig már több fórumon is eljuttatták a lakosság számára.